Egy fiatal életében mindig fontos mérföldkő a pályaválasztás. A KMU Művelődési Központ hosszú évek óta suli bőrzével segíti a diákokat abban, hogy jó és megfontolt döntést hozzanak. 18. alkalommal rendezi meg a KMU Művelődési Központ ezt a suli bőrzét. Mindig azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk a kerületi és a környékbeli kerületi általános iskolásoknak, hogy megtalálják a megfelelő középfokú intézményt, ahol tovább mehetnek tanulni. Ebben az évben 27 középiskola állít ki nálunk, és egy körülbelül 800 gyermeket várunk, akik elsősorban kispesti általános iskolákból, de a környékbeli kerületekből is érkeznek hozzánk. Túl sok lehetőség és irány, vagy épp ellenkezőleg információhiány, elvárások, trendek. Sok minden befolyásolhatja egy végzős diák gondolatait a pályaválasztással kapcsolatban. Két intézmény is jelen van a suli bőrzén, az egyik az a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, ő pályaválasztási tanácsadást végez, és itt mögöttünk a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumnak a pályaorientációs tesztírása zajlik. Ez azoknak a gyerekeknek hasznos, akik még nem biztosak benne, hogy mi az az irány, ami valóban nekik való lenne, ezeknek a teszteknek a segítségével megtudhatják, hogy milyen típusú munkák lennének nekik valók. Azok a diákok, akik eljöttek népszerűsíteni intézményüket, szeretnek oda járni, és ezt szívesen el is mesélik kortársaiknak. Idén is népszerű szakokra lehet jelentkezni a kispesti Trefort Ágoston Technikumba. Ez egy teszt a tekercs. A tekercsen áthaladó áramhatására olyan elektromos tér keletkezik, amely ugye ionizálja a nemes gázoknak az atomjait. Ezáltal nem kell, hogy hozzáérjen ugye semmi a tekercshez, hanem a levegőn keresztül képes a ugye ebben a csőben lévő gázt ugye úgy ionizálni, hogy ugye világítson. Igazából ez történik az egészben, amint bekapcsolnám, ugye világítom, úgyhogy nem kéne, hogy hozzáérintsem. Ennyi az egész. Miért tanuljátok ezt a Trefortban? Mivel ugye itt elektronikai dolgokat tanulunk, elektronikai mérnökök leszünk, technikusok, ugye ezzel fogunk foglalkozni, hogy áramköröket javítunk, árammal foglalkozunk egy magába. És ugye ezek mind, hogy induktivitás, ugye ezek, most ez lehet, hogy ez egy szakszó, ez ugye tekercseknél szóba jön, ugye is egy tekercs, és ugye ez is fontos dolog az elektronikában. Te ezzel szeretnél majd a későbbiekben foglalkozni? Természetesen igen, azért jöttem, én élvezem is. Ugye az informatika is szóba jön, ugye az is szerintem egy érdekes tantár, egy érdekes szakma, és szerintem én csak állni tudom mindenkinek. Matematika kell hozzá igazából, meg fizika, de az nagyon kicsi, és amúgy szerintem izgalmas, szerintem nagyon. A középiskolák interaktív bemutatkozási lehetőséget kaptak a bőrzén, az érdeklődők ízelítőt kaphattak abból, hogy milyen a gyakorlati oktatás egy-egy iskolában. A Bókai Szakképző Intézményben például egészségügyi technikumba is lehet jelentkezni. A beteg embereket hogy gondozzuk meg, bárkit, hogyha az utcán meglátjuk, hogy összeesik, akkor hogy kezeljük a helyzetet, hogy éleszünk újra, mindent megtanítanak nekünk, bármit, ha kérdezünk, akkor elmagyarázzák nekünk nagyon szívesen, a közösség is nagyon jó, én nagyon szeretem személy szerint, mert kedvesek az osztálytársak, a tanárok is nagyon kedvesek, és ahol voltunk gyakorlaton, ott is mindenki nagyon nagy szeretettel fogadott minket, és bárkinek én csak ajánlani tudom, mert nagyon jó. Leginkább csecsemőgondozás tanórán szokott előkerülni, nagyjából 3 kiló, azaz valójában egy tényleges újszülöttnek a súlya. Mit szoktatok ezen a babán gyakorolni? A pelenkázást, a fürdetést és az eltöztetést. Általában hány gyakorlati órátok van, tehát hogy épül fel a mondjuk egy hetetek, hogy mennyi a gyakorlat, mennyi az elmélet, mennyire élvezhetőek az órák? Az órák személy szerint nagyon élvezhetőek, és nagyon sok gyakorlati óránk is van. Talán heti 4, ugye? Elméleti óra, heti 3 óránk van így gyakorlati, de bármikor kérdezünk, a tanár megmutatja, és csinálhatjuk ott is. A középiskola kiválasztása ideális esetben a diák, nem pedig a szülő döntése. Ehhez viszont az kell, hogy a tanuló tisztában legyen saját képességeivel, határaival, bőven kapjon információkat szakmákról, iskolatípusokról, tantárgyakról, továbbtanulási lehetőségekről. Éppen ebben nyújtott segítséget a kispesti bőrze.